Hazatértek azok az olasz halászok, akiket több mint 3 hónapig tartottak fogva Líbiában. Kürtökkel köszöntötték őket a szicíliai Mazara del Vallo kikötőjében, ahol családtagjaik és a város vezetői várták a 18 halászt. Khalifa Haftar tábornok fegyveresei fogták el őket Líbia keleti részén szeptember elején. Ünnepnap ez a mai, nincs helye a kölcsönös vádaskodásnak és a politikai vitának. Holnaptól új fejezetet kell nyitnunk. Arra van szükségünk, hogy az Európai Unió új gazdaságpolitikát alakítson ki a mediterrán térségben, mondta a város polgármestere. A halászokat azzal vádolták a líbiai milicisták, hogy líbiai vizeken haláztak. Fogvatartásuk komoly feszültséget okozott Olaszország és Líbia között. Conte olasz kormányfő és Di Maio külügyminiszter is Bengáziba utazott, hogy elérje szabadon engedésüket.